Jó estét kívánok, ez itt már a Kiemelő. Mai magazinunkban vendégünk lesz Járdi Ádám, a Neumann János Egyetem sportközpontjának vezetője, és Káplár Nikol egyetemi hallgató, az egyik díjazott, akikkel az őszi sportkihívás mai napon tartott eredményhirdetéséről beszélgetünk, és arról, hogy az intézmény miként tudja mozgásra sarkalni a hallgatókat a járványhelyzet által előidézett távoktatásban. Végül pedig az Izsákon zajló jótékony kezdeményezésekről számolunk be. Már is kezdünk! A mai napon tartották meg a Neumann János Egyetem őszi sportkihívásának eredményhirdetését. Vendégünk Járdi Ádám sportközpontvezető és a kerékpár kategóriában első helyet elért Káplár Nikol egyetemi hallgató, akikkel a kihívásról és arról is beszélgetünk, hogy az intézmény miként tudja mozgásra sarkalni a hallgatókat a járványhelyzet által előidézett távoktatásban. Jó estét kívánok, köszöntelek benneteket szeretettel. Jó estét kívánok. Elsőként akkor hozzád fordulnék, Ádám, és arról kérdeznélek, hogy mi a lényege ennek a sportkihívásnak, amit kitaláltatok. Igazából az elsődleges célunk az volt, hogy a tavaszi fél év során ugye már megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor félbeszakad az oktatás, és az őszi fél év során mindenféleképpen szerettünk volna már előre fölkészülni arra, hogy minden eshetőségre meglegyen egy alternatív vagy opció. Amikor ezt kidolgoztuk, akkor még nem tudtuk, hogy fél év során maga ez a hibrid oktatás, ami elindult, az hogyan is fog fél év során átalakulni. És pont ebből kifolyólag megadtuk annak a lehetőségét a hallgatóink számára, hogy mindenki a saját élethelyzetének megfelelően döntesse el, hogy hogyan tudja teljesíteni a fél éves tantárgyakat. Ugye az egyetemen két fél év kötelező testnevelés kurzus van, amit teljesíteni kell a hallgatóknak, de azért ezt azért másképp kell elképzelni, mint a középiskolába. Tehát az egyetemünkön 28 kurzusból több sportág kínálatát is fölvonultatjuk, és ezekből választhatják ki a hallgatók, hogy ők hogyan is és miként is, milyen sportággal szeretnék ezt teljesíteni. És itt jött maga a kihívás, hogy olyan mozgásformákat szerettünk volna beemelni, igazából lehetőségként kínálni a hallgatóink számára, amikhez igazából minimális eszköz és az otthoni környezetben is el tudják ezt végezni, és ugye így esett a választás ugye a kerékpározásra és a futásra, de ettől függetlenül számos olyan opciót elfogadtunk még, amivel teljesíteni tudták a fél évet a hallgatóink. Mennyire volt népszerű ez a kihívás? Ugye említetted korábban, hogy 260-nál is többen jelentkeztek erre. Ez a szám, ez mennyire meglepő, illetve mennyire számít soknak? Összességében 263 hallgató vett részt ebben a versenyben. Én úgy gondolom, hogy ha valamit először csinál az ember, először hirdeti meg, akkor én úgy gondolom, hogy minden egyes szám az már, hogyha valaki elkezdi és beküldi ugye az eredményeket, akkor mindenféleképpen ez egy pozitív oldala, amit elképzeltünk. De maga ez a szám, ez minket is meglepett. Tehát, és ugye szó esett ugye arról is már, ugye, hogy több mint 20 000 kilométert teljesítettek a hallgatóink, tehát azért ez megint egy olyan szám, ami jelzi azért ennek a kihívásnak a kifutását. Azt azért látni kellett, hogy az elején eléggé döcögősen indult, tehát nem úgy jöttek az eredmények, nem úgy küldték a hallgatók, de ahogy haladtunk előre is, és én úgy gondolom, hogy nagyon jót tett a kihívásnak az, hogy ilyen virtuális célokat tűztünk ki a hallgatóink elé hétről hétre, ahogy igazából eljutottunk az 5000 kilométeres határig, akkor éreztük, hogy kell valami plusz ebbe a rendszerbe, és ugye először csak európai nagyvárosokban gondolkoztunk, hogy virtuálisan a hallgatók által teljesített összkilométerrel el lehet jutni egyes európai városokba, de utána olyan szépen jöttek az eredmények, hogy igazából már nagyobb városok, tengeren túli városok felé is, és ugye hát maga a 20 000 kilométer, hát félig körbe tekerték a földet. Milyen érzés volt neked részt venni ezen a versenyen? Nagyon jó érzés volt, és mivel körülbelül 7 éve sportolok, így nem is volt kérdés, hogy én ebbe a versenybe részt veszek. Szóval nagyon boldog voltam, hogy részt vehettem, és hihetetlenül motivált engem az, hogy hétről hétre láttam a
versenytársaimnak, a többi hallgatónak is az eredményét, hogy hány kilométert tudtak esetleg lefutni, vagy lebicózni. Szóval így ezzel én is tudtam motiválni magam, hogy még jobb legyek, és még több kilométert teljesítsek, és így sikerült teljesítenem 616 kilométert. Azt a mindenit, azért az nagyon szép eredmény. És a kerékpárral egyébként vannak további távlati céljaid, vagy esetleg más sportágban tevékenykedsz? Egyenlőre távlati célnak a Balatont körbetekerni egy nap alatt. Nyáron körbetekertük a barátaimmal pár nap alatt, de most az egy nap az új célunk. És hobbi szinten üzem a kerékpározást. A futás volt régen az, amit versenyszerűen csináltam. És hogyha lesz mondjuk a jövő fél évben is ilyen kihívás, akkor arra is jelentkezel? Természetesen jelentkezni fogok már az első pillanatban. Lesz egyébként? Mindenféleképpen tervezik, tehát én úgy gondolom, hogy magák ezek az eredmények, amiket elértek a hallgatók, az egyértelműen arra predesztinálja ezt az eseményt, hogy folytassuk. És ahogy haladtunk előre a fél év során, megpróbáltuk ennek mértékében igazából a díjakat is átgondolni, hiszen ugye a mai napon átadott díjakból azért jól kitűnt, hogy azért volt értelme annak, hogy ezen azon kívül, hogy kurzust is lehetett vele teljesíteni, hogy még motiválóbb legyen ez a hallgatóknak. Értelemszerűen szeretnénk folytatni a következő fél évben is, azt viszont látni kellett, hogy voltak olyan hallgatók, akik a minimum távkitűzésekkel, tehát meg volt határozva az, hogy kerékpározásnál egy alkalommal minimum 10 kilométert kellett teljesíteni, futásnál pedig 5 kilométert. Azt tapasztaltuk, hogy voltak olyan hallgatók, akiknek az edzettségi állapota nem volt olyan, hogy inkább a futás tekintetében, akik tudták volna teljesíteni első alkalommal, így igazából ebben csökkentést fogunk előirányozni, illetve nagyon szeretnénk, hogyha még egy programponttal kiegészülne, ez pedig a túrázás. Kis csoportos túrázásokat tervezünk annak ismeretében, ugye, hogy a jelenlegi korlátozásoknak is megfeleljenek ezek az események, és ezzel igazából szeretnénk a Magyar Kék Túra programban a hallgatóinkat megismertetni. És ugye hát, ahogy már említettük ugye korábban, nagyon-nagyon népszerű volt, és nagyon sok kérdés érkezett a sportközpont irányába a dolgozóink által, akik folyamatosan kérdezték, hogy nem lehetne csatlakozni ehhez a kedvezményezéshez, tehát tavasszal a dolgozóink részére, az egyetem dolgozói részére is meg fogjuk hirdetni ezt a sportkihívást. Beszéljünk egy kicsit arról, mert ugye ha az egyetemi sportéletet vesszük, akkor a versenysportra mindenféleképpen ki kell térni egy mondat erejéig legalább, hogy ott most mi a helyzet? A járvány hogyan érinti ezt a területet? Én úgy gondolom, hogy a versenysport ma Magyarországon és akár a világban, tehát a sorra látjuk, hogy a világesemények maradnak el, nem kedvez ez a jelenlegi élethelyzet a versenysportoknak. Az egyetemi sportok tekintetében, hogy egyetemi országos bajnokságokon vesznek részt hallgatóink csapatsportágokban, illetve egyéni sportágokban. Egyéni sportágokban ugye külső helyszíneken zajlik a hallgatóknak a felkészülése, még a csapatsportáknak az egyetemeken. Mivel ugye a hallgatóink nagy része, mi a kollégium bezárást követően ugye hazaköltözött, nem tudott itt maradni Kecskeméten, így igazából ezek a versenysportedzések is abba maradtak. Azonban az Egyetemi Országos Szövetségnek az állásfoglalása az, hogy ő nem szeretné korlátozni. Tehát azok az egyetemek, akik a párosításokat az egyetemi bajnokságban lekívánják játszani, őnekik lehetőséget adnak a korlátozó intézkedések mellett, tehát zárkapus mérkőzések mellett. Igazából jelen pillanatban azt tervezzük, hogy ezt hogyan tudjuk és milyen idősávban tudjuk megvalósítani a hallgatóinkkal, hogy fel tudjunk készülni ezekre az eseményekre. Milyen terveitek, céljaitok vannak még a jövőre nézve? Amióta a sportközpont ebben a formájában működik, én úgy gondolom, hogy egy nagyon innovatív és tényleg minden területet kielégíteni próbáló szervezeti egysége lett az egyetemnek. Már rögtön a megalakulás után, augusztus végén ugye az egyetemi dolgozóknak szerveztünk egy piknik
elnevezésű eseményt, ahol igazából a sport és a főzés volt terítéken. De szeretnénk nyitni még jobban, igazából nem csak az egyetem dolgozó irányában, hogy őket is mozgásra bírjuk, és ők is aktív részesei legyenek, egy aktívan mozgó egyetemet hozzunk létre, hanem igazából szeretnénk nyitni a Kecskemét város lakossága irányába is, akár sportesemények szervezésével, illetve a kecskeméti vállalatok irányába is, hiszen egy olyan sportolási lehetőségek vannak az egyetemünkön, akár ugye a labdarúgópálya és környéke olyan, ami ugye 2020-ban újult meg, olyan lehetőségeket, hogy akár egy vállalati sportnapot is meg tudunk rendezni az egyetem területén. Tehát nagyon sok ötletünk van, nagyon sok célunk van, amiben szeretnénk minél jobban helytállni még ebben a nehéz időszakban is. Én jó egészséget és sok sikert kívánok mindezekhez a célokhoz és az egyéni életetekben és a céljaitokhoz. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Enni adok doboz, kupakgyűjtőszívek és ételosztás. Izsákon mindig is nagy szerepet kaptak a jótékony kezdeményezések, melyek listája folyamatosan bővül. Ma például a helyiek összefogásával több mint 70 adag ételt osztottak ki a rászorulóknak. Ma reggel még tele volt ez az úgynevezett enni adok doboz, amit nemrég helyeztek ki erre a falra Izsákon. A doboz lényege, hogy valamilyen élelmiszer lapuljon benne. Más önkormányzatoknál, más településeken már történt ilyen, hogy kihelyeztek egy dobozt, amiben az emberek élelmet raktak bele, és akinek szüksége volt rá, az onnan elvihette. Ez tulajdonképpen a gondoskodásnak a doboza. Ebben az élelmiszerek arra szolgálnak nyilván, hogy azoknak, akik rászorulnak, tudjanak maguknak egy kis élelmet innen elvinni. Ez gyakorlatilag nem ellenőrzött, tehát nincs kontroll alatt, ez az embereknek a tisztességére van bízva. Ugyanakkor nagyon jó látni azt, és jó érzés az, hogy olyan sok gondoskodó ember él Izsákon, akik tényleg hozzák és töltik a dobozt. A doboz mindenki számára elérhető, bárki tehet bele tartós élelmiszert, hogy segítsen azokon az embereken, akik rászorulnak. Neked egy pici odafigyelés, másnak egy étkeztetés. Ez a szlogen azonban nem csak az enni adok dobozra, hanem a több mint 70 adag étel kiosztására is igaz, melyet ma adtak át az arra rászorulóknak. Napjainkban sokszor egy jó szó is nagyon sokat jelent mindannyiunk számára. Mindannyian rászorulunk egymásnak a támogatása, egymásnak a szeretetére, a segítségére. Különböző módon tudjuk kifejezni a segítségnyújtásunkat különböző fórumokon. Van akkor, amikor megvendégjük Önöket, akkor fogadják olyan szeretettel és tisztelettel, ahogyan készültünk erre a napra. Kívánom, hogy fogyasszák jó étvágyal, és ne felejtsék el, hogy Önök is tehetnek jót. Bajkó Zoltán izsákváros plébánosa ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg az ételosztást, mely a helyiek összefogásának eredményeként jöhetett létre ma délután. A rászoruló családok paprikás krumplit kaptak házi kenyérrel. A család segítő szolgálatnak megvan a listája, mert ők ezekkel a családokkal nem először találkoznak, folyamatosan gondoskodnak róluk, és ez alapján, a lista alapján történik a szétosztás. Egészen biztos, hogy nem ez volt az első, és nem ez lesz az utolsó. A karitatív kezdeményezések listáján a novemberben kihelyezett kupakgyűjtőszívek is szerepelnek, melyek a jótékonyság mellett a környezetvédelmet is szolgálják. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. Március 1-ig maradnak a jelenleg érvényben lévő járványügyi korlátozások. A csütörtöki kormányinfon jelentette be Gulyás Gergely kancellária miniszter, hogy a járványügyi adatokat figyelembe véve döntött a kormány a határidő meghosszabbításáról. Több mint 20 ezer kilométer teljesítettek a Neumann János Egyetem hallgatói az intézmény őszi sportkihívásán.
A legjobb eredményeket elért fiatalok ma délután kapták meg nyereményeiket. Ideiglenesen konténerpostát állítanak Felkadafalván. A megszűnő postai szolgáltatás helyettesítéséről Szeberényi Gyula Tamás alpolgármester számolt be Facebook oldalán. A végleges hely kialakításáig a templom kertjében intézhetik ügyeiket a lakosok. Csalók az MVM Next nevében a gáz- vagy villanyszámlára hivatkozva félrevezető e-maileket küldenek, és így próbálnak személyes adatokhoz jutni az internet használóktól. Több jótékony kezdeményezés is zajlik Kizsákon. Ma a helyiek összefogásával több mint 70 ételt osztottak ki a rászorulóknak, de nemrég kihelyeztek egy enni adok dobozt és két kupot gyűjtőszívet is. Kedves nézőink, hírórával legközelebb holnap este várjuk Önöket 7-től 8 óráig. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Tartsanak velünk holnap este is, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!